emlékeim, először a japán kávéházba az emlékeimhez. Ott ültek egy asztalnál apám, őt mondom elsőnek, Karinti, Somjó Zoltán, és éppen arról beszélgettek, abból az alkalommal, hogy Somjó Zoltánnak kifejezett költő volt, de akkor éppen megjelent egy Szalagok című sanszonja, arról beszélgettek, hogy tulajdonképpen mi a különbség a szövegírás és a költészet között. És akkor fogalmazódott meg az apám által kitalált mondat, amit mindhárman jóvá hagytak, hogy a szövegírás az, amit a szövegíró költészetnek tart, a költő lenéz, de nem tudja utána csinálni. De hogy ez alapjában véven jól hangzik, de hogy alapjában véven igaz-e vagy nem igaz, az biztos, hogy a szövegírás, a Bródy Jancsa azért nevezi magát öntudatosan szövegírónak, miközben olyan szövegeket írt, amelyre a legjobb költő is büszke lehetne. Mert ki hangsúlyozni akarja, hogy ez egy olyan műfaj, ahol engedményeket kell tenni a zenével kapcsolatban. Hát tényleg ebben sok igazság van, mert néha hasonlít a keresztrendfény fejtéséhez, mert amikor mondjuk a Fényes Szabolcs eljött hozzám, és lejátszott a zongorán, hogy tá-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 tá, akkor utólag már könnyű, amikor az ember megírta, hogy túl szép, amit te mondsz ahhoz, hogy így igaz legyen, de azért alapjában véve ez kicsit hasonlít a keresztrejtvény fejtéséhez, kivéve akkor, amikor a szövegíró megengedheti magának azt, hogy előre írja meg a verset, de a erőteljesebb zeneszerzők akkor is viszont a zeneség kedvéért igyekeznek egy kicsit változtatni a ritmuson. Te főként úgy dolgozol, hogy zenére írod a szövegedet, tehát általában kész van a zene. Hát előfordul így is, előfordul úgy is. Én azok közé, a szövegírók közé tartozok, akik harcban dolgoznak, azaz én a zene, én a szövegnek a jóságáért küzdök, a zeneszerző a zene jóságáért, de közben állandóan belebeszélünk egymás dolgaiba. Úgyhogy amikor a Szabolcsal elkészítettük egy darabot, akkor nagyon nehezen tudtuk volna megállapítani, hogy ki melyik szót írta a prózában, és ki melyik hangot tette bele zenébe, mert annyi megmaradt az én zenészi voltamból, mert én már korán megtanultam zongorázni, és tangóharmonikázni is, és tanultam zeneszerzést is, hogy az a véleményem, hogy a jó szövegírónak legalább egy rossz zeneszerző képességével rendelkeznie kell. Mert annyira ebben a műfajban a zenének és a szövegnek az egysége az, ami meghatározó, és ami a sikert biztosítani tudja.